A Záhonyi Árpád vezér általános iskola összetett iskolaként működik, művészeti intézményként is. Három művészeti ágon tanulhatnak itt a gyerekek, választhatnak a zene, a képző, valamint a szín és báb művészeti ágak közül. Jelenleg 335 diák tanul az iskolában, most egy pályázatnak köszönhetően korszerűsödött az intézmény. Ez az épület a 60-as évek közepén épült, ugye önkormányzati működtetésben volt ez idáig, 2012-13-ig, és tulajdonképpen az önkormányzat mindig nagy gondot fordított arra, hogy az épület állagát megóvja. Mindig voltak apróbb cseprő felújítások az intézményben, a második emeletet is az önkormányzat építette a 90-es évek közepén, és most viszont ez a 60 milliós beruházás már igen ráfért erre az intézményekre, és egyébként nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Az iskola kiemelt fejlesztési feladatai közé tartozik a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű alkalmazása, a tanulói kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztése, az egyenlő hozzáférés biztosítása és a modern taneszközök széles alkalmazása. A beruházásnak köszönhetően most már biztosítottak ezek a feltételek Záhonyban. A Záhonyi Árpád vezér általános iskola és alapfokú művészeti iskolában 60 millió forint értékben nyertünk pályázatot az EFOP 4.1.3 17 kódszámú pályázat keretében. Ebben a pályázatban sikerült megvalósítani azokat a elképzeléseket, amelyeket az intézmény közvetített felénk. Megvalósult a folyosónak a padló burkolata, illetve a fal burkolatának a cseréje, a tantermi ajtóknak a cseréje. A teljes épületben a radiátor szelepek kicserélésre kerültek. Nagyon nagy lépés volt az, hogy nyelvi labort is sikerült kialakítanunk új eszközökkel, bútorzattal. Oktatási eszközöket, tanulói padokat, asztalokat, székeket, illetve irodabútorokat is szereztünk be. A település polgármestere beszédében kiemelte, az elmúlt években számos oktatási intézmény megújult Záhonyban. Nagy öröm számunkra, hogy az oktatási intézmények megújulnak, közöttük a Voda bölcsőde, ami önkormányzati fenntartásban működik, az általános iskola a Klikkes fenntartásban és a szakképzési centrum működteti a gimnáziumokat, a Kandó Kálmán közlekedési szakközépiskolát és gimnáziumot. Mindháromban jelentős fejlesztések voltak az elmúlt évben. A legnagyobb eredmény, hogy végre az idei év az, amikor megállt a gyerek létszám csökkenése. Szerintem ez már egy nagy érdem egy vidéki kisváros életében. Mind az iskola, mind a szakközépiskola jó színvonalon működik. Az általános iskolában, hol a tovább tanuló gyerekek, azokról mindegyikről pozitív visszajelzések vannak. Főként nyíregyházi és debreceni névósabb középiskolákba tudnak eljutni az Záhonyi iskolából. A Kisvárdai Tankerületi Központ célja a fejlesztésekkel, hogy minden településen, akár kisebb, akár nagyobb, biztosítva legyenek a 21. századi oktatás feltételei.